Emlékkoncertet rendeznek szeptember 14-én a Gárdonyi Géza művelődési házban az 5 év elhunyt Cipő, azaz Bódi László emlékére. A Jam Republic együttes koncertjén népszerű Republic számokat játszanak majd. A fűbe, hátul a kocsi parkolóba, oda nem fogunk beengedni autókat, tehát bármennyi embert vendégként fogunk látni. A művelődési ház előtti szabadtéren lesz a színpad, és közvetlen közelében egy hatalmas kivetítő is. Ezen idézik majd fel a legendás énekes alakját, Bódi László Cipő, a Republic együttes frontembere 5 éve hunyt el, ráemlékszik majd az együttes, de tisztelegnek a Republic alapítója Tóth Zoltán előtt is, aki maga is ott lesz a Hejő Csabai koncerten. 2013-ban ugye volt ez a sajnálatos tragédia, és 2014-ben megalakítottuk a zenekarunkat, egy emlékzenekarként, amivel tiszteletünket szeretnénk kifejezni Cipőnek és Tóth Zoltánnak a munkássága iránt, és nagy örömmel játsszuk a 90-es években megírt slágereket. Mintegy másfél-két órás lesz a koncert, ami nem csak a közismert számok, hanem más, kevésbé ismert dalok is elhangzanak majd, mondta Pontsák Csaba, dobos. Az együttesben egyébként mindenkinek van valamilyen főállása, gyakorolni viszont folyamatosan kell, amit szabad idejükben tesznek. Ez egy emlékzenekar, tehát pont azokat a számokat, azt az időszakot játsszuk, amikor Cipő és Zoli ott volt a zenekarban. Tehát 2013 után született számokat mi nem játszunk, tehát a koncertjeink is azt a hangulatot idézik fel, ami akkor lehetett. Tehát kétfajta nézőközönség, kétfajta embert szeretnénk várni, aki ott volt ezeken a koncerteken, és szeretné ezeket a dalokat, hangulatokat felidézni. Illetve aki fiatal volt, nem lehetett ott. Az együttes lépett már fel korábban is a Gárdonyiban. Most úgy tervezik, hogy 2-3 havonta klubszerűen rendszeresen találkoznak majd itt rajongóikkal. Kis Ákosné Gond Erika intézményvezető jövőre is koncertek sorát tervezi a házban. Még zárunk egy nagy jazz koncerttel ebbe az évbe, ami nagyobb rendezvényünk lesz. Jövőre viszont május 3-án, 4-én nyitunk a P-Mobillal. Ugye a P-Mobil állandó vendége volt a Gárdonyinak, innen indultak. Júniusban lesznek az ismerős arcok, és ha minden igaz, Slamovicssal az eredeti Edda fog összeállni júliusban. Szeptember 14-én pénteken 19 órakor a Gárdonyi Géza művelődési ház parkjában, rossz idő esetén a ház rendezvénytermében tartják meg az emlékkoncertet. Egykori Republic slágereket idézve százakat várnak a rendezvényre, adózva ezzel is a legendás énekes Bódi László Cipő emlékének.